Köszöntöm a Hatos csatorna nézőit! Aktuális programajánlunk e héten számos karácsonyi programmal bővül Budapesten és vidéken egyaránt. Ezen programok előtt azonban hallgassák meg a 6. kerület közszolgálati felhívásait. Januártól átvehetők a Terézvárosi parkolási matricák a Szófia utca 7-es szám alatt kialakított ügyfélszolgálati irodában, mely január 2-án kezdi meg működését és január 31-én fejezi be azt. A parkolási engedély átvételekor kizárólag sárga csekkes vagy bankkártyás fizetési mód közül választhatnak. Az ideiglenesen felállított ügyfélszolgálat nyitvatartásáról Terézváros honlapján olvashatnak. A B-kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez az önkormányzat 50 000 forint értékű támogatást nyújt társadalmi és szociális helyzettől függetlenül minden terézvárosi középiskolás diák számára. A pályázatról bővebben terézváros.hu oldalon olvashatnak. Bácskai Juli hangulat és kapcsolatjavító vándorszínháza mutatkozik meg december 12-én az 5-10 közösségi és kulturális színtérben. Az előadás mottója: nem a te életedet boncolgatjuk, de beletrafálhatunk. Nem a miénket teregetjük, de nagyon ott leszünk. Főszerepben Pokorni Lea és Fenyő Iván. Dalolka a gyermekfoglalkozás az 5-10-ben december 14-én 10 órától. Kárász Eszter gyerekdalokkal, versekkel, mondókákkal, interaktív játékkal és hangszersimogatóval várja a gyermekeket. A programokat szabadjáték kíséri 11 órától. Terézváros önkormányzata és a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit ZRT díjtalan karácsonyi előadással várja a 6. kerületi gyerekeket és családokat december 15-én a Fővárosi Nagycirkuszban. Az Univerzum Fényei című előadásra a jegyek szétosztása elsősorban a kerületi gyermekintézményeken keresztül történik. Ezen kívül az 5-10 recepcióján van lehetőség egy igénylésre. A Terézvárosi Önkormányzat és a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit ZRT a karácsonyi ünnepek alkalmából ajándék előadást szervez a 6. kerületben élő időseknek december 20-án az 5-10-ben Szenesnek áll a világ címmel Szenesi Vándalaiból. Az egész estés koncert átöleli hatalmas életművét a rendkívüli humortól a lírán át egészen a drámáig. A régi nagy slágereket előadja Nagyváradi Erzsébet és Vacsicek János élőzenekari kísérettel. A díjtalan belépésre jogosító regisztrációs lapok december 10-től az 5-10 recepcióján igényelhetők. A folytatásban Budapest karácsonyváró programjai következnek. 8 nő bűnügyi komédia a Játékszínben december 13-ától. Szerepekben Hernádi Judit, Lévai Viktória, Erdélyi Tímea, Oroszlán Szonya, Pásztor Erzsi, Zsuzs Kati, Andai Györgyi és Horváth Lili. A darabot rendezi Kocsmáros György. Állatmenhely segítő vásár december 15-én a Fővárosi Művelődési Házban. Az adománygyűjtő vásár három részből tevődik össze. Elsősorban olyan tárgyi felajánlásokat várnak a menhely részére, mint tálak, lábosok, pokrócok, póráz, nyakörv, tápok és egyéb fertőtlenítőszerek. Ezen kívül bármilyen más, személyes tárgyat is szívesen fogadnak. A zsibvásáron pedig új és használt dolgokat, kézműves holmikat vásárolhatunk, egyénileg meghatározott összegért, mely az adomány tárgyát képezi. A segítő akció rengeteg ingyenes programmal és értékes tombolanyereményekkel egészül ki. Advent a Józsefvárosi Palota negyedben december 23-áig. A csodálatos díszes fénybe öltöztetett Mikszáth téren felállított pódiumra hétvégente érkeznek vendégségbe az adventi készülődést és hangulatot szívünkbe költöztető mesemondók, muzsikusok, énekmondók, kántálók és betlehemesek. Tovább sétálva a Calvin térig rátalálhatunk a kandírozott gyümölcsöket, mézes diót, kemencés finomságokat, sült gesztenyét és égetett mandulát árusító házikókra is. A hideg estéget pedig egy finom puncsal vagy fűszeres borral melegíthetjük. Diótörő Fesztivál a Magyar Állami Operaház szabadtéri karácsonyváró programja, mely december 1-e és 24-e között látogatható. Az operaház standján a dalszínház igazgatói, valamint operaénekesek és balettművészek segítkeznek a forró italok árusításában, jelenlétükkel ösztönözve a klasszikus műfaj iránt érdeklődők és az operaház vendégeinek adakozó kedvét. A bevételt az Ökonomikus Segélyszervezet rászorulói javára gyűjtik.
Az Operaház téli műsorkínálatának immár több mint 60 éve legkedveltebb előadása a Diótörő, mely idén sem maradhatott ki a repertoárból. Hosszúhajú veszedelem, vígjáték a Turaida Színház következő produkciója, melynek premierje december 14-én lesz az Óbudai Kulturális Központban. Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulójára állít emléket az előadás. Az elbeszélések bizonyítják, hogy a nőgyűlölő Gárdonyi jól ismerte a szép nemet. Színes képet rajzol a kor társadalmáról, szokásairól, ahol vidám, hol ironikus történetek minden nézőnek jó szórakozást ígérnek. A színdarabot rendezi Mikó István. Ajánlónkat a vidéki ünnepi programok zárják. 6. Gyulai Méz és Mézes Kalács Fesztivál december 13 és 15-e között. Mézes kalácsosság, méhészet, gasztronómiai élmények és turisztikai látványosság egy hosszú hétvégén keresztül. A mézzel készített különleges ételek kóstolása is a program része. Továbbá lehetőség lesz kedvezményes múzeumi látogatásra is. Bob Herceg nagy operett a Szegedi Nemzeti Színház előadásában december 12-től. A legnagyobb sikerzúgása morajlott végig a Népszínházban a Magyar Operett első előadásán 1902-ben. Két tehetség győzelme volt aznap este, Huszka Jenőjé és Fedák Sárié. A darab szerzője, Huszka Jenő csupa olyan dallamot és új, nem köznapi ötletet felhasználva alkotott maradandót az utókor számára, és az első olyan operettet, melyet külföldön is bemutattak. Karácsonyi kiállítás és szalon Szentendrén a Hubay házban. A festői Szentendre belvárosában egy régi kopott épület új életre kelt, feltárva karácsony ünnepének történelmét. Ünnepi díszek és kellékek valódi kincsestára, koboldok és csengettyűk, csillagok és diótörők, muzális értékű karácsonyfa díszek, a múlt és a jelen míves ünnepi kiegészítői várják a karácsonyi kiállítás és a szalon lelkes kincskeresőit. A tárlat végigkövetés bemutatja az elmúlt 150 év karácsony ünnepének történelmét. A kiállítás ingyenesen megtekinthető a hét mindennapján. Ezzel megköszönöm a figyelmüket, programokkal teli hetet kívánok. Viszontlátásra!